Na az a nagy helyzet, hogy nagyon úgy tűnik, hogy valószínűleg egészen nagy a valószínűsége annak, hogy ide nem fogjuk soha többet kitenni a zászlót, ugyanis mint látjátok, a képen is újjáépül ez a szemletorony, kilátó lesz belőle, megkérdeztem. Tehát mindenki számára látogatható lesz az a torony, ahova a legendásan, nem tudom, 7.-8. éve ki szoktak tűzni a zászlót, ugye március 15-e alkalmából. Ebből a toronyból amúgy még 2 darab van Magyarországon, tehát összesen 3 áll, ez az egyik. Azt beszéltük a többiekkor, lehet, hogy megnézzük majd a másik 2-t jövőre, márciusban. Aztán lehet, hogy valami más találunk ki helyette, de az is lehet, hogy ide is kitűzzük, függetlenül attól, hogy látogatható lesz majd a torony. Szerintem néhány hónap múlva el is fog készülni. Hát a szemletorony, gyerekek. Jó, jó amúgy. Régebben ez amúgy lőtér volt. Itt voltak még ilyen roncsok is még. Hát még a rendszerváltás környékén ugye még ilyen repülőgépre hasonlító ilyen lőcélpontok is ugye itt lőtték nagyba a célokat, aztán ugye megszűnt ez a lőtér, a szemletorony pedig itt maradt egy mementóként, és fel lesz újítva, gyerekek, szóval félig jó hír, félig rossz hír, de hát ez van, gyerekek, szóval ide is lehet majd jönni. Cső!